A ma reggel legfontosabb híre a német kormánykoalíció alakulása. Ez azért érdekes, mert kaptunk információt a későbbi esetleges bankmentések tekintetében. A németek szeretnék, hogyha ez a felelősség lekerülne róluk, és az egyes országok vennék át a saját bankjainak a konszolidálását. Ez azt jelenteni például, hogy nem kellene a bankmentés költségét figyelembe venni a deficit számításnál, merőben új álláspont ez az európai adósmentések, vagy éppen adósságválság után. Ennek a piaci lenyomatát még nem látjuk, de biztos, hogy felkavarja az állóvizet a bankok részvényárfolyamában, illetve a mai állampapír kereskedésben, főként a külföldi állampapírokra gondolunk ebben az esetben. A részvénypiac sem alszik, tegnap este megtörtént az MSCI indexek átsúlyozása, mi azt várjuk, hogy a Magyar Telekom árfolyama továbbra is emelkedik majd, megközelítheti évvégéig a 300 forintos szintet, miközben a Richterben úgy érezzük, hogy elfogyott a lendület, annyira sokan vettek már annyira hirtelen, hogy elfogytak a vevők, és úgy látjuk, hogy előkerül majd a fundamentum, a karibfrazinos bejelentés a múlt hétről, illetve az ESMI a tegnapi meglebegtetése is azt sejteti, hogy lassan-lassan ismét csordogálhat majd a részvénykurzusa.